ganoderma piac elemzése. Nézzük meg, hogy melyik ganodermát érdemes Magyarországon megvásárolni, milyen piaci szereplők vannak, és melyiknél milyen kérdéseket érdemes feltenni. A legismertebb magyarországi piaci szereplő egyértelműen szerintem a Varga gomba. Hogyha ezt mondod, az mindenki felkapja a fejét, hogy ő erről már hallott. Mi, ganoterápiával foglalkozó emberek nem lehetünk eléggé hálásak ennek a cégnek azért az áldozatos munkáért, hogy ők népszerűsítették ezt a gombát. Rendszeresen megbünteti őket a gazdasági és versenyhivatal milliós összegekre azért, mert ők olyanokat állítanak a weboldalon, meg videók formájában, hogy ezzel a gombával gyógyítani lehet. Ami természetesen igaz, de ezt nem szabad mondani. És az sem lehet egy józanul gondolkodó embernek kérdés, hogy ha valakit milliókra büntetnek viszonylag rendszeresen, ő ezeket a büntetéseket bele kell, hogy építse az árába. Nyilván, különben tönkre menne. A másik az, hogy a weboldalon semmiféle információt nem találsz arra, hogy honnan származik a gomba, és hogy hogyan lett feldolgozva. Tehát, hogy ők ezt saját maguk termesztik valahol, vagy vásárolják, és ha vásárolják, kitől vásárolják, és hogyan dolgozzák fel. A ganoderma gombából kivonatot készíteni nem olyan egyszerű, mint a lehullott gyümölcsből pálinkát főzni. Ha ezeket mind összerakod, akkor gondold át, hogy valóban az-e a legjobb választás neked, hogyha ezeket a gombákat választod.